Kevés orvos, hosszú várakozási listák és agyelszívás. Ezek az egészségügy legnagyobb gondjai. Hangzott el a Vajdasági Orvostársaság és a Szerb Orvosi Társaság évi közgyűlésén. Nagyon nagy problémánk van azzal, hogy betegeinknek mindenhova időpontot kell találni, ami természetesen, hogy az úgy működik, de egyszerűen nem lehet telefonon elérni a központokat. Nagyon hosszú idő után kapnak dátumokat. Sokszor azt kérik, hogy jöjjenek le Újvidékre vagy Belgrádba bejelentkezni személyesen. Dr. Dragan Dankuc, a Vajdasági Orvostársaság elnöke szerint a műtétekre és a vizsgálatokra kialakult hosszú várólisták egyik oka az is, hogy a harmadfokú egészségügyi szolgáltatások túl vannak terhelve. A primárna zdravstvena zaštita i sekundarne institucije u Vojvodini urade svoj deo posla, a samo oni pacijenti koji zaslužuju visoki nivo zdravstvene zaštite u kliničkom centru Vojvodine i ostalim institutima, da jednostavno oni budu pacijenti koji čekaju za tu uslugu. Sa tim bi se rasteretili lekari koji rade u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi, a pacijenti ne bi čekali puno u odnosu na datum kada su se prijavili za pregled. Dr. Branislava Bélić, a tartományi képviselőház egészségügyi és szociális kérdésekkel megbízott alelnöke elmondta, a szakképzett munkaerő elvándorlása, illetve az elavult felszerelés is hozzájárulnak a várólisták kialakulásához. Hozzátette azonban, hogy komolyan dolgoznak a probléma megoldásán. Radi se, već je nešto počelo, pre svega da se vrše nabavke, vi ste obaveštavali o tome i vezano za sočiva, za recimo operacije katarakte i vezano za recimo preglede, da li su u pitanju magnetna rezonanca i ono što je ključna tema, to su zračenja gde se jako dugo čeka. Vi znate da svi mi na teritoriji ne samo Vojvodine i Republike Srbije imamo dosta staru opremu i opremu koja ima neki svoj vek trajanja. A közgyűlés végén kiosztották a 2015-ös évre szóló, kimagasló tudományos eredményekért járó díjakat is.